Az Európai Parlament döntése nyomán hamarosan több tagállamban bevezetik az egynapos autópályamatricát, hogy ezzel csökkentsék és egységesítsék az országokat átszerű utazások költségét. Dániel feltette kérdéseit a magyar UDC-nek és a minisztériumnak, hogy lássa melyik lehetőséget választják a legtöbben, és megnézte, hol mennyire használjuk a gyorsforgalmi utakat az EU-ban. Elsősorban a tisztább üzemű járművek használatának támogatását és az országokon átutazók költségeinek csökkentését szolgálja az Európai Parlament döntése, melynek nyomán két év múlva több uniós államban bevezetik az egynapos úthasználati díjat. Az EP az erről szóló Eurovignet irányelvben külön kitér arra, hogy a szabályt csak ott kötelező érvényesíteni, ahol fizetni kell az úthasználatért. Tehát, ha addig nem változik a helyzet, éppen Európa egyik legnagyobb autópálya hálózatát, az ingyenes Németországét nem érinti majd a változás. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az ügyben feltett kérdéseire adott válaszában emlékeztet, hogy sosem volt itthon egynapos napos autópályamatrica, és 7-10 napnál rövidebb időre szólót a környező országokban sem árusítanak. Hozzáteszik, hogy a valaha volt legrövidebb érvényesség idejű négy napos matricák legalább felét külföldi járművekre váltották ki Magyarországon. Ez a lehetőség egyébként 2012-ig létezett, 1650 forintot kellett érte fizetni, de akkoriban 2750 forintért lehetett 10 napon át használni a fizetős úthálózatot, amely egyébként jóval kevesebb utat jelentett, mint most, amikor nem csak az autópályákra való felhajtás előtt kell fizetni. 2017-ben Jobbik egyszer már felvetette az egynapos matrica ötletét, de akkor nem vezették be. A minisztérium bestése szerint az egynapos matricát a Magyarországon átutazó külföldiek 85%-a választaná, vagyis valóban népszerű lehetne az országot rövid idő alatt átszelő autósok között, ahogy azt egyébként az EP is feltételezi. A jogszabálytervezet érdekesen fogalmaz, azt írják, hogy az új lehetőséget legalább az átutazók számára elérhetővé kell tenni, és az ára nem lehet több, mint az éves tarifa 9%-a. Az egységes rendszer bevezetéséhez az Európai Parlamentnek és az Európai Tanácsnak kell véglegesíteni a javaslatot, majd az utóbbi döntését kihirdetni és hatályba léphetni az irányelvet. Így legkorábban 2024-től találkozhatunk vele. Fontos, hogy az országok nem hozhatják hátrányba a helyi autósokat, így elvileg a rövid futamidejű matricát is megveheti majd bárki. Magyarországon most 3820 forint a legolcsóbb 10 napos autós elmatrica, az évesért pedig 46850 forintot kell fizetni. Részben hasonló a helyzet Szlovákiában is, ahol ugyan 10 euróba kerül egy 10 napos autópályamatrica, viszont csak 50 euró az éves. Az itthoni árak alapján úgy tűnik meglehetősen nagy a mozgástér az egynapos tarifa értelmének megszüntetésére, hiszen akár 2416 forintba is kerülhet pusztán a 9%-os plafont figyelembe véve. Ha viszont értelmes megoldást szeretne az ITM, és a mostani 10 napos e-matrica árához viszonyít, az átutazóknak kitalált egynapos tarifa nem lehetne magasabb 2000 forintnál. Az Unió más országaiban többféle módon fizettetnek az autósokkal az úthasználatért. Például Horvátországban kapusrendszer van, 121 kunát, körülbelül 6000 forintot kérnek az autósoktól a Zágráb és Zadar közötti szakaszon, és a helyzet hasonló Olaszországban, Spanyolországban vagy éppen Franciaországban is. Ez utóbbi kiemelkedően drága, hiszen a Párizs és Kálé közötti 300 kilométeren több mint 8000 forintnak megfelelő összeget kell fizetni, az ország átszelése így egy kisebb vagyonba kerül. A Nemzeti Uddi Fizetési Szolgáltató ZRT az alapjárat.hu nak küldött válaszában emlékeztet, hogy az Európai Parlament határozatában hangsúlyozott a szennyező fizetelvét évek óta alkalmazzák a magyar eu rendszerben. A nehéz teherútok által fizetett tarifákat a környezetvédelmi kategória besorolás is befolyásolja. Az EU ugyanakkor indítványozta, hogy az útdiak a jövőben fokozott kedvezményekkel segítsék elő a hibrid, hidrogén és elektromos hajtású járművek terjedését. Mint a parlament honlapján írják, a tagországoknak 2026-tól eltérő útdiakat kell megállapítaniuk a teherautók és az autóbuszok CO2 kibocsátása, valamint a kis teherautók és kisbuszok környezetvédelmi teljesítménye alapján. Jelentősen csökkentve az alacsony kibocsátású vagy emissziómentes járművek díjait. Erről egyelőre nincs szó a mostani hazai táblázatban, amely az Euró 5-ös környezetvédelmi kategóriánál jobb besorolású teherautókat nem a legkorszerűbb Euro 6 amikor megállapítja a szerelvény méretétől függő kilométerenként 53-tól 115 forintig terjedő útdiakat. Az UDI útdi cég tavalyi kimutatása érdekes arányokat tükröz a mostani matricás rendszer keresztül. 2021-ben összesen mintegy 13,4 millió e-matricát adtak el, amelyek közül nem meglepő módon a személyautókra érvényes D1-esből fogyott a legtöbb, kb. 12 millió. A második helyen a kis teherautókra és a 3,5 tonna megengedett ösztömegnél könnyebb kis buszokra kitalált D2-es kategória végzett, ebből 1,3 milliót adtak el. Ennél is érdekesebb, hogy egy év alatt 4,4 millió autós matricát lettek a külföldiek, véletően zömük átutazáskor. Ezekből 3,4 millió volt tíznapos és alig egy millió havi. Pusztán ez alapján úgy tűnik, a minisztérium és a helytálló, az eddiginél rövidebb lejáratú e-matricat nagyon népszerű lehet az átutazó autósok körében. Ugyanakkor kérdés, hogy a magyarok számára mi volna az egynapos matrica elfogadható ára, ha ők is válthatnának ilyet. Bár az irányelvről öt évig tárgyaltak a véglegesítés előtt, pusztán a kiadott közlemény alapján nem volt világos, hogy milyen változást okoz majd az egynapos matrica a kapus fizetőrendszer üzemeltető országokban. Zász Daniel megkereste az EP sajtószolgálatát, ahonnan azt válaszolták, hogy csak azokban a tagállamokban kell bevezetni ezt a lehetőséget, ahol már van matricás rendszer vagy ilyet terveznek a jövőben. Ez azt jelenti, hogy ahol eddig fizetőkapukon áthajta vettük igénybe az autópályákat, ott nem várható változás. Azért érdekes ez, mert egyértelmű, hogy önmagában azzal is sokat tehetne az Unió környezetvédelemért, ha a tagországok lassan elhagyják ezt a kapus fizetési megoldást. A turizmus főszezonjában, amikor sokan mennek nyaralni, gyakran alakulnak ki több kilométeres sorok egy-egy beléptető és fizetőpontnál, ami kicsit olyan, mintha az egyébként egyenletes sebességű haladásra kitalált útszakaszon generálnának a városi dugókat, illetve ezzel járó környezetszennyezést. Ezzel kapcsolatos jó hír, hogy az alternatív Bizonyanyaggal működő autók díj csökkentésével kapcsolatban a tagállamok dönthetnek majd, de az új irányelvben több olyan rendelkezés található, amelyek legalább lehetővé teszik az országoknak, hogy csökkentett útdíjat, illetve matricát adjanak az ilyen típusú autókra. Így például az autók környezetvédelmi besorolása, vagy széndiokszid kibocsátási értékük alapján is alakíthatják ezeket. Ti milyen gyakran közlekedtek egyébként autópályán? És szerintetek jó ötlet lenne egy ilyen napidíjas matrica? Várjuk a véleményeteket kommentben. Köszönjük, most is velünk tartottatok, és ne felejtjétek a lapjárat.hu, web és Facebook oldal, YouTube és Instagram. Sziasztok! ECDH. Mindenünk az autód.